Önök a híradót látják 8 órakor. Imre Balázs vagyok, jó reggelt kívánok! Budapestre látogat ma az orosz elnök. Az előzetes hírek szerint fontos megállapodásokat ír majd alá Orbán Viktor miniszterelnök Vlagyimir Putyinnal a gazdaság, a keresztény közösségek védelme és például a sport területén. Szijjártó Péter azt hangsúlyozta a csúcs előtt, hogy az szolgálja a magyar érdeket, hogyha fejlődnek a gazdasági kapcsolatok. A külgazdasági és külügyminiszter arra is felhívta a figyelmet, hogy Európa és Oroszország kapcsolatát csak a nyilvánosság előtt uralják viták, a háttérben a nyugati államok szoros együttműködést alakítottak ki Moszkvával. Mára azonban sikerült úgy alakítani a gazdasági együttműködésünket, hogy elmondhatjuk, hogy a magyar gazdaság és a magyar vállalatok érdekeit megfelelőképpen érvényesíteni tudjuk. Egy korrekt, átlátható kapcsolatot tartunk fenn, amelynek nyomán gazdasági sikereket tudtunk elérni az elmúlt években, és ezek a gazdasági sikerek tudják segíteni a magyar gazdaság növekedési pályájának fenntartását. Forgalomkorlátozásokra, útlezárásokra kell számítani a fővárosban az orosz elnök és küldöttségének látogatása idején, ezt közölte a terrorelhárítási központ. A repülőtéren délután 1 óra és este 8 óra körül kell korlátozásra számítani. További részletek Szejcz Dánieltől. A kora délutáni időszakban a reptér környékét zárják, valamint a 4-es főutat, az M0-as autóutat, valamint az M3-as bevezető szakaszát is, és a folytatásban a Hősök tere környékét, az Andrássy utat, valamint a Lánchidat és a környékét is, de ettől függetlenül egész nap folyamán hosszabb, rövidebb időre bármikor megállíthatják a forgalmat a Budapest belvárosában is, és a lezárások a tömegközlekedőket is érintik. Az M1-es metró a kora délután és a késő esti órákban nem szállít utasokat, és a belváros közlekedő trollik és buszjáratok is rövidített útvonalon közlekednek, megállókat hagynak ide, lesznek olyanok is, amik egy adott időszakban egyáltalán nem járnak majd a mai nap folyamán. A részletekről és aktualitásokról egész nap lehet tájékozódni a bkk.hu weboldalon. Most már szinte biztos, hogy előrehozott választások lesznek Nagy-Britanniában december 12-én. A brit képviselők többsége ugyanis támogatta a kormány indítványát, hogy a Brexit miatt kialakult belpolitikai válságot választásokkal próbálják meg feloldani. Az még ugyan kérdés, hogy az előrehozott választásnak milyen hatása lehet a Brexitre. Kertész Róbert Londonból jelentkezett. Boris Johnson itt mindent egy lapra tett fel. Tehát ha az a számítása bejön, hogy a jelenlegi kisebbségi kormányzásból a kormányzó konzervatív párt ki tud törni, és akár egy tisztes, jelentős többséget ki tud harcolni magának ezen a választáson, akkor akár elképzelhető az is, hogy az Egyesült Királyság december 31-én kilép az Európai Unióból. Tudnunk kell, hogy az Európai Unió a Brexit halasztását január 31-ig engedélyezte, de van rugalmasság ebben a rendszerben. A román és a magyar közösségnek kölcsönösen meg kell győznie egymást a másik jó szándékáról, nyitottságáról. Erről Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség államfőjelöltje beszélt Marosvásárhelyen, ahol először tartottak kétnyelvű vitafórumot. Kelemen Hunor szerint az államelnöki kampány jó alkalom arra, hogy a magyar közösségről beszéljenek a román választóknak. A Szájkarata nevű rendezvényen tabuk nélkül beszéltek a magyar-román viszonyról, regionális identitásról, az együttélés jövőjéről vagy az autonómiáról. Ha kell, akkor más szavakat kell használnunk, ha őket idegesíti vagy félnek az autonómia szótól. Hogy ez jó mindenkinek, aki egy közösségen belül él és a döntéseket ő hozhatja meg. Nyilván ott, ahol a magyarok élnek, a nyelvi kompetenciák is fontosak. Az amerikai légierő egyik legmodernebb repülőgép típusát mutatták be Budapest felett. A repülő képes helyből felszállni, és minimális hely kell a leszállásához is. Ilyenkor nem is repülőként, hanem inkább helikopterként viselkedik. Az amerikai katonák a Magyar Honvédség különleges egységeivel vesznek részt közös kiképzésen. Az amerikai parancsnok szerint a magyar katonák kiválóan végzik a feladataikat. Az amerikai hadsereg két CV-22-ese számukra ideális időjárási körülmények között esőben és erős oldalszében szállt fel a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérről a Budapest feletti légi bemutatóra. Ezeket a helyből felszállni is képes gépeket kifejezetten a rossz látási viszonyok közötti repülésre tervezték.
harci feladatai közé tartozik az éjszakai és kis magasságokban történő repülés, a különleges műveleti egységek kijuttatása ellenséges területre, illetve a kimenekítés akár szélsőséges körülmények között is. Az amerikai katonák a Magyar Honvédség második Vitéz-Bertalan Árpád különleges rendeltetésű dandárral közösen hajtanak végre kiképzési feladatokat a magyar légtérben. Az október 25-én kezdődött gyakorlat része volt a Budapest feletti bemutató repülés. Minden katona a saját technikai eszközeinek az alkalmazásával hajt végre feladatot, és ezen belül természetesen megtapasztalják, elsajátítják más nemzet katonáinak az eszköz alkalmazásának a módját, az eszköz felhasználási lehetőségeit, és ami még fontosabb, hogy az eszközök együttes alkalmazásának lehetőségeit. Az M1 kérdésére Robert Horton ezredes, az amerikai hadsereg 352-es különleges műveleti ezredének parancsnok helyettese elismerően nyilatkozott a magyar katonák teljesítményéről. Elsősorban vendégszeretetüket és kiváló munkamorájukat dicsérte. A magyar és amerikai különleges műveleti erők a júniusban Szolnokon tartott gyakorlatot folytatják, annak a tapasztalatait hasznosítva. A közös kiképzés célja, hogy a két ország hadserege képes legyen egymással együttműködve a legbonyolultabb katonai feladatok végrehajtására is. Itthon afgán férfiakat tartóztattak fel a rendőrök Kelebiánál. A vasúti határátkelő helyen egy Szerbia felől érkező vonat átkutatásakor találták meg a férfiakat, akik afgánnak vallották magukat. A 24 migráns a tehervonat konténerében elbújva próbált meg jogellenesen Magyarországra jutni. A hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően a csoportot visszakísérik az ideiglenes biztonsági határzárhoz. Osztrák minta alapján alakítját a szakképzési rendszert a kormány, ezt Palkovics László miniszter jelentette be. A jövőben lesznek 3 éves szakképzőiskolák és külön 5 éves technikumok is. Ezek nem csak szakmai tudást adnak majd, hanem 5 év alatt az érettségire is felkészítik a diákokat. Megváltozik a tanárok helyzete is. A kormány szerint jobb, rugalmasabb és gyakorlatiasabb lesz a rendszer. A technikumokban és a szakközőiskolákban tanított több mint 32 ezer pedagógus és óradatanárokat egy jelentős béremelés fogja érni. A költségvetés a kormány múlteti döntése alapján 35 milliárd forint plusz forrás biztosított éves szinten ennek a béremelésnek a fedezetére. Ebben az új rendszerben az alkalmazási feltételek is változni fognak, egy lényegesen rugalmasabb a munkaerőpiaci követelményekhez jobban alkalmazkodó rendszert fogunk kialakítani. Hosszabban tartanak nyitva a fővárosi temetők a közelgő Mindenszentek és Halottak napja miatt. A sírkertek jövő hétfőig reggel 7 óra és este 8 óra között tartanak nyitva. A biztonságra és a forgalom zavartalanságára idén is rendőrök, közterületfelügyelők és polgárőrök ügyelnek. A Rákoskeresztúri új köztemetőbe holnaptól szombatig ingyen lehet autóval behajtani, a többi sírkertbe viszont tilos autóval bemenni. Holtan találták a Majorkán eltűnt magyar testvérpár egyikét. A 18 éves fiút a megtalált hátizsákban lévő iratok alapján azonosították. A hatóságok napok óta kutattak a magyar testvérek után, akik a sziget délkeleti részén fekvő üdülőhely egyik hoteléből tűntek el. A 30 éves nőt továbbra is keresik. K.L. Csaba filmügyi kormánybiztos irányításával október közepétől pedig új vezetéssel folytatja a munkáját a Magyar Nemzeti Filmalap. A szakemberek kinevezésüket követően először a közmédiában beszélgettek a magyar filmgyártás aktuális kérdéseiről és jövőbeli feladatairól. K.L. Csaba az M5 kulturális csatornán azt mondta, hiánypótló magyar történeteket bemutató filmekre van szükség. Hova valósi vagy? A Saul fia az elmúlt évek egyik legsikeresebb magyar filmje. Az Oscar-díj mellett elnyerte a Cannes Film Fesztivál nagydíját, és megkapta a Golden Globe és a BAFTA díjat is. Nemes Jeles László alkotása csak egyike azoknak a nemzetközileg is elismert filmeknek, amelyek az Andy Vajna által létrehozott Magyar Nemzeti Filmalap támogatásával jöttek létre. Hosszú utat jártuk be, hogy egész átszerveztük a filmszakmát, és annak most kezdjük látni az eredményeit. Így nyilatkozott Andy Vajna az egyik utolsó interjújában, amit a közmédiának adott. Az idén elhunyt producer 2011-től alapjaitól kezdte el a magyar filmes szakma átalakítását, teljesen új támogatási rendszert létrehozva.
A filmügyi kormány biztos irányítása alatt olyan sikerfilmek születtek, mint a Kincsem, vagy a Testről és lélekről. A Nemzeti Film Alap által támogatott magyar alkotások több száz nemzetközi díjat nyertek el. Rólunk szóljanak ezek a történetek. Kael Csaba a szeptemberben kinevezett új filmügyi kormánybiztos az M5 csatornán hangsúlyozta. Hiánypótló magyar történeteket bemutató filmekre van szükség. Hogyha itt elérünk egy olyan minőséget, ami hiteles a fiataloknak és a mozi, illetve a filmnézőknek, és ezt minél szélesebb körhöz juttatjuk el, akkor tulajdonképpen megfogalmaztuk a célt. Tehát jó minőségű mozgóképes tartalom, minél szélesebb tömegekhez eljuttatva. A Magyar Nemzeti Film Alap október közepétől új vezetéssel folytatja munkáját. A tervek között új tematikus pályázatok kiírása és a filmszakmás sújtó szakember hiány enyhítése is szerepel.